Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! Az alábbi videóban láthatjátok, ahogy Szeti, a Beagle kutya, illetve felvezetője, Bea, egy vaknyomot fognak kidolgozni. A nyomot jellemzi, hogy sok törés van benne elhelyezve, és ami a nagy nehézséget jelent, az az, hogy a nyomfektető már előtte ezt a területet több irányba is össze-vissza bejárkálta, tehát egy azonos szaggal szennyezett területtel találkozik a kutya a nyom kidolgozása során. Nyom az azonos, de ezek mind időben eltérnek, és a kutyának bizony ezeket az időbeni eltéréseket kell kiválasztania. Tehát mindig a legfrissebb nyomszárat kell követnie. Sziasztok! Maga a nyom kidolgozása során természetesen számtalanszor találkozunk olyan esettel, amikor közlekedők járnak arra, és ilyenkor nagyon hasznos, hogyha a kutyánkat megtanítjuk arra, hogy vezényszóra megálljon, abba adja a munkát, majd újabb vezényszóra ismét bekapcsol a követésbe, és tovább folytatja a munkáját. Az első törés kidolgozásához értünk. Láthatod, hogy a kutya egy kicsit hamarabb húzott már rá a nyomszárra, és utána pontosított. Nem is sokat haladtak a második nyomszáron, egyből következett ismét egy törés, egy 90 fokos törés, egy olyan helyre, egy olyan benőtt gazos helyre, ahol a
kutyának szinte át kell hatolnia ezen a helyen. Egy jól motivált kutya, jól felépített mentoringes kutya, a kutyának ez nem okoz problémát. Rögtön jött a következő törés is, amit a kutya nagyon szépen kidolgozott. Majd itt pedig láthatjátok, ahogy a dombra fölmenve a kutya egy kicsit fölfele szagol. Ennek az a magyarázata, hogy a nyomfektetőt a domb túloldalán helyeztem el, és onnan bizony már érzi a kutya annak közelségét, de mivel nyomhű, ezért szépen kidolgozza a nyomot. És az utolsó törést is szépen kidolgozza a kutya, itt már közelítő jelzést is produkál. Ja, de ügyes, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videónkat.